régi mentorodról van szó, és igen, talán nem véletlenül szólt be neked, de még az a szerencsé, hogy vannak, hogy 85 évesen visszatérnek, és jobban tudják a mai rádiózásnak a miben létét. Igen, ebben nem fogok. Minte. Igen, ebben nem fogok veled vitatkozni. Igen. Mit, figyelj, a Honpola, igen, aki gyakorlatilag olyan, mint neked a feleséged, de nem vettem feleségül, erről szoktunk időnként beszélgetni, de most nem akarok másnak is kínos perceket okozni, leginkább magamnak. Biztos azt mondaná nekem, hogy de nincs olyan szituáció, hogyha mi megbeszéltünk valamit, hogy akkor egyébként ne lehessen azt mondani másnak, hogy ez most nem alkalmas. Mit kockáztattál volna azzal, ha azt mondod a feketének, hogy neked most a fialával kell beszélni, beszéljünk fél órával később? Férfiasan bevallom neked, hogy az órát sem néztem, és ma nem te vagy az első, hogyha már ennyire személyes időben vagy a beszélgetésünk, akkor megoszthatjuk a rádióhallgatókkal, hogy a feleségemet is fél órával később ébresztettem föl, mint ahogy azt megígértem neki. Hát, úgyhogy most gyorsan, mint hogy itthon dolgoztam hajnal óta, most gyorsan föl is veszem a karórámat, hogy még egyszer ez ne forduljon elő a mai nap. És te avval tisztában vagy egyébként, hogy a feleséged ezzel a fél órával egyébként mit vesztett? Mert azt, hogy tudjuk, hogy mit nyert. Azt, de hogy most fél órával később fog beérni a munkahelyére. Értem. Ezt nem tudom, hogy veszteségként kellene megélnünk. Szerencsére a saját maga főnöke, úgyhogy nem fogják hajtolni emiatt. Értem. Te ilyen hosszan beszéltél a Fekete Péterrel? Igen. Azt a legújat. Ez elég rendszeresen előfordul, hogyha ezt a titkot megosztjuk a rádióhallgatókkal, hogy én, mint volt kultás államtitkár, és jelenleg ugye az ő munkaszervezetébe tartozó miniszteri biztos, igen, rendszeresen egyeztetek Fekete államtitkárról a számos kultúrás kérdésen. Most éppen a múzeumi ügyekből tájékoztattam, úgyhogy mivel hogyan állunk, és mit csinálunk, és ez pont azok a kérdések, amikről őt tájékoztattam, és rá is fog kérdezni, téged nem foglak. Én ilyet viszonylag gyakran el szoktam követni, abból adódóan, hogy én nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, és nagyon kíváncsi vagyok az emberek véleményére. Az egy másik kérdés, hogy aztán hogyan viszonyulok hozzá, és kérdeztem az emberektől, miután mindent elkövettem annak érdekében, hogy megtaláljalak, hogy még egyszer felhívjalak-e, és miután a te itteni jelenléted megosztja a népet, van, aki örül neki, van, aki nem. Nem csak az itteni jelenlétem osztja meg a népet, nem csak a te rádió hallgatóidat osztom meg, de ezt a lehet én tudom cipelni. Tévénézők is vannak, úgyhogy nyugodtan majd egyszer foghatod magad, és el is jöhetsz. De majd beszélgessünk olyan erősen, amíg a 168 óra megint cipet tud írni. Tehát azért valami hírértékűt megint mondjunk, jó? Fogunk, ne aggódjál, hogy, de most kiestem, tehát hogy, na most mit akartam? Bocsánat, hogy megzavartalak, nem hiszem, hogy téged ki lehet hozni a lendületedből. A lendületedből, a sodromból, meg mindenből. Sodrodból, miről? Ez még jobb, igen. Miről volt szó? Ja, nem, tudom, mert még egy kérdés volt, tehát így egymás mögött vannak bennem a kérdések, mint valami sorban álló emberek, hogy láttam veled egy tévéműsort, amiben érdekes módon olyasmiről beszéltél, amiről itt legutóbb azt mondtad, hogy nem fogsz beszélni, tehát ezt majd fel fogom használni arra, hogy további kérdéseket tegyek fel, hiszen ha egyszer megszeged a szabályt, akkor az hát ez az, drága barátom. Hát. Nehéz helyzetbe hoztál, most rögtön. Ebből látszik, hogy rutinos újságíró vagy, János. Nem vagyok rutinos újságíró. Hát úgy rutinos vagyok-e? Szeretek embereket kicselezni. Szeretek kicselezni embereket. Tehát nem tudom, ilyenkor mindig azt mondja nekem a barátnőm, hogy rossz vagy. Tehát, mint valami gyerek. De ebben a műsorban azt mondtad, hogy a te felkérésed azzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban kérdeztek, az egyebek közt összefüggésben van azzal, most idézlek téged, hogy van lobby erőd. Ott ugye azt mondtad, hogy van lobby erőm. Ez mit jelent magyarul? Az, hogy politika világában, amikor költségvetési forrásokról, támogatásokról kell dönteni, amikor egy új rendezvényhez, egy kiállításhoz, egy felújítandó épülethez, és ott egy ezt forrást kell szerezni, ott én nem tartanám lebecsülendőnek azt, hogy az embernek van olyan lehetősége, mégiscsak 10-valahány évvel politikai vonalában mozgok, hogy mondjuk az elképzelésekhez, ügyekhez... Nyugodtan válaszolhatsz a családtagoknak, akik feltűnnek ott. Tehát, hogy támogatókat, szövetségeseket nyerjen. Szerintem ez egy fontos dolog. Láthatólag
egyébként az elmúlt 30 évben mindig így volt, az intézmények életében a nagy kutatási intézmények, nagy kutatási ügyek és programok dolgában az, hogy éppen ki volt, aki képviselte, ki volt az, aki vezette, az, és ugyanak milyen kapcsolatrendszere volt, sokat számított. Ne becsüljük azt, hogy Bán László már az első Orbán kormányban államtitkár volt. Utána a szocialisták megtartották helyettes államtitkárnak, és aztán úgy onnan került a Szépmesti Múzeumnak a főigazgatói székébe. Rendkívül komoly kapcsolatrendszerrel rendelkezik, nem csak a kultúra, hanem a politika és a gazdasági életben. Másokról nem szeretnék beszélni, de a nézők, hallgatók azt mondták, három hallgatót, nézőt kértem, és kettő egyarányban úgy döntöttek, hogy hívjanak föl. Tehát azok telefonáltak éppen, akik igényt tartottak rád. Az ember a lobby erejére hogyan tesz szert? Hiszen a te lobby erőd az annyiban különböztet meg adott esetben mástól, hogy ugyanúgy jelen van abban a szférában, mint te, de nincs lobby ereje. A lobby erő az ugye azt jelenti, hogy a kapcsolati tőkéjét megmozgatva el tud olyasmit érni, amit adott esetben más nem. Nézőpont kérdés, hogy ez valakinek a szemében pozitív vagy negatív, de ez ugye nagyban függ attól, hogy mivel kapcsolatban jár el. Az én szememben ez közömbös, hiszen egyébként, ha jó ügyben jár el, akkor jó, ha az embernek valóbi ereje, ha rossz ügyben jár, akkor rossz, és a kettő nagyjából kihatja egymást. De hogyan tettél szert erre a lobby erőre? Az elmúlt 10 évben elbírt munkám, a kialakult kapcsolatrendszerem, a folyamatos kapcsolattápolásoknak köszönhetően, az ismertségemnek, a média szereplésének és a többinek köszönhetően, ugyanúgy, mint ahogyan mások is. Ahogyan ez szokott történni, hogy ilyen szép dolgokat mondják. Mi alapján tudod azt eldönteni, anélkül, hogy konkrétumot említenél, de ha említesz, akkor az talán nem minden esetben öngyilkosság, hogy ezzel a lobby erőddel élsz, vagy pedig úgy gondolod, hogy az erő, ahogy az erős ember is nem fitoktatja az erejét, hogy az ember hagyja a dolgokat más menetben haladni. De hát két külön dologról beszélsz, az erőfitoktatás az teljesen más, mint egy jó ügy, egy jó cél érdekében a lobby erőddel való élés. Minden esetben tudod dönteni, hogy milyen ügyben érdemes ezzel élni, és milyenben nem? Én úgy gondolom, hogy igen. Jó, de most, van. Jó. Akkor... Tudod, tehát most tényleg cigány dicsérje a saját lovát. Rendben van, abba hagytam. Kaptál? Most, hogy jegyezzük meg néhány túlérzékeny hallgatónak, hogy ez nem rasszista kiszóláshoz. Rendben van, én nem, én nem hallottam annak. Április 27-én arról számoltál be, hogy az Origo Filmstúdióban megkaptad a Magyar Hollywood Tanács az Adolf Cukor díjakat, amit idén Bodrogi Gyula, Ron Walter Béla társaságában kaptad meg, és ugye köszönöd a Hajdan volt nagykövet úr, aki nekem is ismerősöm, valamint a kuratórium figyelmességét, Bokor nagykövet úrról van szó. Itt van nálam a Magyar Hollywood Tanácsról szóló izé-bizé, ami azt mondja, hogy ezt a Magyar Hollywood Tanács 2018-ban alapította meg az Adolf Cukor díjat. A díjat azok érdemelhetik ki, akik munkássága a magyar filmművészet múltjának és jelenének hírnevét erősíti, illetőleg akik civil tevékenységű és egész életük során olyan példamutató magatartást tanúsítottak, amely bizonyítja akaraterővel, valamint önmagukban vetett hittel és elkötelezett munkával meg lehet valósítani az álmokat. Ezek közül rád melyik vonatkozik, vagy mindegyik? Hát én... Még az is itt van, hogy te példakép vagy, de ez már egy kicsi sok lenne. Ajajajaj, az már erős túltás. Hát itt az van, ezzel ugyanis követendő példát állítanak mások, különösen a fiatalok elé. Kedves János, én arra kérek, hogy interjú volt meg Bokor Balázs nagykövetőt, a Magyar Hollywood Tanács elnökét, és őt kérdezett meg. Ott tudom, megmondom azt, neked, hogy miért nem. Én, amikor egyébként fölhívott, és megkérdezett először, akkor mondtam neki, hogy igazán megtisztelő a dolog, és ugye hosszú évek óta vagyunk jó kapcsolatban vele is, és a munkatársaival is. Mondtam, hogy valóban a kutatási életben az elmúlt 2,5 évtizedben, most már lassan 3 évtizedben elég sok területen mozogtam, és sok mindent csináltam, de mégsem a film az én gondolkodásomnak és tevékenységemnek a fő iránya. És mondta, hogy ők igazság szerint az én kultúraszervező, kultúrirányító tevékenységemet akarják ezzel elismerni, és örülnének, hogyha elfogadnám. Így viszonylag rövid hezitálás után, mert azt gondoltam, hogy hát mégiscsak ilyen tényleg kiváló emberek mellett, mint én Bodrogi Gyula, hogy méltó vagyok erre, és aztán
Balázs meggyőzött, és nagyon örömmel vettem részt a programon. Hát jó esik az embernek, hogy odafigyelnek a munkájára, és jó esik, hogyha egyébként a kultúraszervezés, kultúrpolitikai tevékenységet is figyelembe veszi valaki. Szerintem ez rendben van. Hát most én meg örülök. Örülök ennek. Igen, de Bogor Balázsral való kapcsolatom az szerintem csak megzavarná, hogyha interjút készítenék vele, mert a Bokor ugye ennek a tanácsnak az elnöke, és közben 2018 és 2020 között, ugye ez 18-ban jött létre, ez alatt a 3 év alatt már a kitüntetettek közé is tartozott, és ezt nehéz lenne megúszni, hogy hogyan létezik az, hogy egy olyan tanács elnökeként tünteti ki saját magát, és annyi konfliktust okoztam én itt az elmúlt napokban, ezzel nem fokoznám a helyzetet. A díjat 2018 és 2020 között Rófusz Ferenc, Szakcsi Lakatos Béla, Horváth Károly, Charlie, Herendi Gábor, Endi Vajna, Pirog Gábor, Koltai Robert, K.L. Csaba és Bokor Balázs kapta meg. Most az a tanács, amely egyébként kitünteti a saját tanács elnökét, abban van valami. Én nem tudom, hogy ez hogy van, és én nem sem. Tudom, hogy akkor éppen ő milyen funkciót vállalt. Tehát, ő hozta létre éppen, ezt az egészet. Éppen ezért én ezt nem is írtatnám most, mert... Jó, rendben van, csak akkor nem. Én szerintem azon kiváló magyarok emlékének az ápolásában, akik egyébként Hollywoodnak a létrejöttében oroszlán részt vállaltak, itt lehet gondolni a Fox Studiót megalapító Foxra, vagy a Paramount Studiót megalapító Adószukorra, és lehetne sorolni tovább a nagyszerű filmművészeket, alkotókat, akik akár színészként, mint Tony Curtis és a többi, azok a magyarsághoz kötődtek. Ebben a kérdésben a Magyar Hollywood Tanács nagyon intenzív, aktív és értékes munkát fejt ki. Szerintem jó dolog, hogy működnek, csinálják, hagyományokat ápolnak, kapcsolatokat tartanak az Egyesült Államokban, Los Angelesben, Magyar Filmfesztivált tartanak. Mind nagyon jó dolgok, és Nem, én szeretek ilyen dolgokban személyeskedni. Én ezt értem, ez nem személyeskedés, ez adott esetben annak a kérdése, hogy mi összeférhető és mi összeférhetetlen, de egy biztos. Ez amióta a Fidesz kormány... Igen. Figyelj, az összeférhetetlenség, azért beszéljünk úgy, mint ahogy szoktunk magánemberként, az összeférhetetlenség... Erről van szó. Nincs olyan, hogy állami összeférhetetlenség és magán összeférhetetlenség, hogy cifrázza a helyzetet az állami, és másféleképpen cifrázza a magán. De maga az összeférhetetlenség az egy alapvetően egy morális kategória. Értelek. És rendben. Miért nem akarsz a Bokor Balázsra interjút készíteni? Jó, rendben van. Szerkesztői szabadságot. Nagyon szépen köszönöm, ezt Milkovics Pálnak is meg fogom mondani, hogy netán véletlenül az, aki megvásárolja. A médiatanácsnál is hivatkozhatsz erre, jó? Hol? A médiatanácsnál is hivatkozhatsz erre. Hát figyelj, a médiatanácsot... Ez most mit akar lenni? Értem, ezt ebben a média... Figyelj, a média... Igen. Hát, médiatanácssal viccelni, az nagyjából olyan, mint amikor veled viccelek, de nem akarok összezavarni, így korábban nem, ahhoz korábban kell fölkelni. Hánykor keltél? Igen, igen. Hát ma 6-kor. Fasorba se vagy velem. Vera Jourová az Európai Bizottság... De egy kofeküdtem. Tessék? De későn aludtam, elmondom. Már megint tévéműsorban voltál? Nem. Kivételesen nem voltál tévéműsorban? Nem. Az agymosásnak azt a formáját választottam, nézem a Borgen című sorozatot, dán politikai sorozatot. Igen, tudom, számon van tartva a barátnőm által. Azt kérdezem tőled, hogy arra van határidő, hogy a Természettudományi Múzeumnak mikor kell kiköltöznie? Nincsen. Nincsen konkrétan megszabva. Nagyon elkezdtem ezzel foglalkozni, és fölgyönyörítem a dolgokat, és hosszasan beszélgettem a kérdésre félgazgatóra is, illetve hogy mit hogyan érdemes Debrecenbe vinni majd. Ez egy nagyon komoly és aprólékos munka lesz, mert most készült el a költözés lehetőségét földolgozó tanulmány, amelynek az első olvasatát kaptuk meg, és ott én is átnéztem, és ezt ki rendelte meg? És a hatástanulmány, és a kormány természetesen.
a hatástanulmány is, ezeknek a tükrébe fog döntésre. Ennek a háttere, amit tehát te megörököltél, ez valójában milyen elképzelést tartalmaz? Tehát mi az oka, hogy Debrecenbe megy? Azt szerintem egy jó cél, hogy legyen vidéken is. Vidéken, oké, legyen van. Vidéken olyan nagy intézmények, amelyek látogatott mozanak, oké, és sok átlatot van. Azt áruld el nekem, hogy mennyiben... De mondani nekem egy adatot, csak hogy figyelet. Hogy rádihallgatók miatt is. Tehát ma Magyarországon a vidéki múzeumoknak a látogatottsága az alulmúlja a fővárosiak, itt részben érthető is. De azért jól tudjuk, hogy a főváros is a leglátogatottabb kultúrás intézmény az nem múzeum, hanem a fővárosi állat és növénykert. Ugye az 1 millió fölötti látogatott számmal évente. Most az elmúlt évet hagyjuk ugye a Covid miatt, de egy normál évben 1,1 millió látogató is bemegy. Ugye a fővárosi állat és növénykertnek vannak közgyűjteményi feladatai, vannak gyűjtő, van gyűjteménye, gyűjtő feladatai, tehát tulajdonképpen bizonyos szempontból olyan feladatokat is ellát, mint egy múzeum. Tehát az ő látogató is számát meg sem közelíti egyetlen fővárosi intézmény sem. A Széchenyi Múzeum az, amely az időszaki kiállításaival egy sikeres évben akár az 500 000-es látogatószámot is át tudja lépni. Most ha vidéken nézünk, akkor aztán itt ugye a leglátogatottabb intézmény szintén egy állatkert, egy nyíregyházi állatkert. Ő az intézmény, amelyik félmilliós látogatószámot, vagy a fölötti látogatószámot is tud produkálni. És utána jön a dobó Vármúzeum Egerben, aminek kb. 400-as egy normál évben a látogatott száma. Ez elsősorban az evicsióknak és az osztálykirándulásoknak köszönhető, de hát nem is egy klasszikus múzeumról beszélünk, nem csak egy klasszikus múzeumról beszélünk, hanem alapvetően egy olyan történelmi helyszínek a megtekintéséről, amely kultikus Sávárd Gárdonyi Géza legényeinek és a belőle készült filmnek köszönhetően. Na most utána egy hatalmas nagy szakadék, tehát egy óriási szakadék. Talán még Pécset lehet említeni, az a szétszagolt sokféle jelvvel rendelkező múzeumi rendszer és az ott tekirendelások miatt sok a látogató, de igazándiból nagy-nagy gonddal tükkörnek a múzeális intézmények, hogyha látogató számra gondolunk. Úgyhogy itt ebbe a térbe belépni egy új nagy állami intézménnyel szerintem jó koncepció. Az a kérdés, hogy pontosan mit viszel Debrecenbe, mert azt nem gondolnám, hogy a, nem tudom én, a természetesen mutatom rovadgyűjteményének a teljes egészét le kéne vinni, hiszen a gyűjteménynek számos olyan eleme van. Ez hol maradna? Mindjárt mondom, a gyűjteménynek számos olyan eleme van, amely elem az inkább a tudományos kutatás számára, vagy elsődlegesen a tudományos kutatás számára fontos, nagyon fontos, de nem az életben nem lesznek kiállítva, hiszen a múzeum nem csak az a dolguk, feladatuk, hogy kiállításokat csináljanak. Ezeket nem biztos, hogy el kell vinni Debrecenbe, de most csak hangosan gondolkozom szinte, és mint hogy a napirenden van egy esetleges integráció a Természettudományi Múzeum meg a Nemzeti Múzeum között, az egy, plusz iparművészeti. Az egy lehetőség, hogy a Nemzeti Múzeumnak a meglevő raktárbázisaival, illetve azoknak a kibővítésével sok-sok gyűjtemény elem a tudományos kutatás számára Budapesten maradjunk. Azt áruld el, hogy ez... Csak gondolkozunk még. Okay, van egyébként a Nemzeti Múzeumnak a Daróczi utcában egy rendkívül jó raktárbázisa. Én már elkezdtem azokat az állami tulajdonban levő ingatlanokat végigjárni, amelyek a múzeumi raktározás céljára és időszaki kiállítások rendezésének a céljára alkalmasak lehetnek. Tegnap is két ingatlanban is voltam, ami nagyon tanulságos volt. Tehát nagy-nagy lehetőségek vannak itt a... Megvan-e az az épület, vagy mikorra lesz meg az az épület, ahova egyébként, ami átköltöztethető, Debrecenbe átköltözik? Az épület még nincsen. Értem, ezért kérdezem, hogy az mikorra, tehát milyen dátummal lehet operálni nagyjából? Hát én azt gondolom, hogy a következő kormányciklusnak a közepére, vagy második felére lehet azt tenni. Ami a folyamatot illeti, akkor abban mindenki... Ez egy... Igen. Szóval, hogy abban mindenképpen meg kell várni 2022 májusát, vagy te abban a reményben dolgozol, hogy független attól, hogy megmarad-e a kormány, vagy sem, amit te elkezdesz, az valaki más folytatja. Vagy akár te. Hát az utóbbi. Jó ügyeket, jó célokat, nem gondolnám, hogy bármilyen kormánynak le kéne állítani. Tehát, ez a kormány számos olyan dolgot indított, remélem, hogy a következő is fog folytatni. Persze azt remélem, ugye a mostani néprajzi múzeum...
a Fidesz kormányát. Példája mutatja, és Kemecsi Lajos, hát nála lelkesebb múzeum, ismertem egy-két múzeum, igazgatott, igaz, hogy a fejős se volt. Tehát ott a Néprajzi Múzeumnál ott elképesztő múzeumigazgatókat ismertem meg, bár a Bán is azt, tehát kész, visszavontam. A múzeumigazgatók azok hihetetlen lelkesebben. A Kemecsit azt a Nikol Manyi nevezte ki főigazgatónak, méghozzá az én államtitárságom idején, tehát én kértem fel, ugye. Jó, én nem teszek különbséget múzeumigazgatók között. Nem, csak hogy arra nem jó példa, hogy kormányokon átnyúlóan végzem. De nem, én most nem is arra fölmondtam, csak remélhetőleg a következő ciklusban is tudja folytatni. Azt kezdtem mondani, hogy az ő tevékenységének része volt a kiköltöztetés a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületéből, és legutóbb ott a Városliget mellett annak az utcánakban, ahol egyébként van ez a raktározási központ is, aminek nem tudom a nevét, de nem azért, mert elfelejtettem, hanem azért, mert soha se tudtam. Ott egészen fantasztikus raktárban mutatták meg azt, hogy hogyan szállították át, tehát annak a logisztikája, tehát maga a Természettudományi Múzeum költöztetése, az szintén gondolom, hogy az egy, ahogy ezt szokták mondani, bár nem az én kifejezésem, egy combos feladat. Nem árt eleget beszélni a Szabolcs utcai raktárközpontról. Az valami, figyelj, az olyan, az pont akkor voltam ott, amikor el kellett jönnöm. Figyelj, elnézést, de én ott restaurátorokat munka közben, meg az egészet, tehát az valami olyan élmény volt, hogy arra szavak nincsenek. Tehát ritka hálás voltam a sorsnak a tekintetben, hogy azon kevesek közé tartozhattam, hiszen ott olyan bonyolult beléptetés van, ugye abból adódóan is, hogy ott milyen értékek vannak belül, ugye az valami elképesztő, hogy milyen képek társaságában volt az ember, ami csak úgy ott volt mellette a restaurátor kezénél, az egy elképesztő élmény, és ugye az volt a kérdés, hogy ami ott van, az egyébként mekkora része annak az anyagnak, ami egyébként korábban ki tudja milyen körülmények között volt. Elképesztő volt. Hasonló, amiket te látsz raktárakat, azok hogyan viszonyulnak ehhez a Szabolcs utcaihoz, aminek végre tudom az utcáját? A Szabolcs utca a legkorszerűbb, legmodernebb raktár. Nyilvánvalóan a Dalóczi utcai raktár nincs ilyen, vagy nem ilyen, de az az igazság, hogy azért nagyon jó háttérrel és kapacitás, és nagyon kiváló szakemberekkel rendelkezik a Nemzeti Múzeum is, és a többi nagy intézmény is. Te arról beszéltél ebben a tévéműsorban, hogy személyi kérdésekben nem döntesz, mert az nem hozzátartozik, de szokásodhoz híven ahányszor múzeumról van szó, szóvá tetted azt, hogy mennyire nem értesz egyet azokkal a kedvezményekkel, amelyek már Magyarországon a múzeum látogatást övezik, különös tekintettel arra, hogy most a COVID kapcsán milyen pénzszűkében vannak a múzeumok. Ez vajon a te tevékenységi körödbe tartozik, tehát ebben van beleszólásod, vagy nincs? Javaslattételi lehetőségem van, és ezt meg is fogom tenni a kontinensen. Most azért a kontinensről beszélek, mert Nagy-Britániában egészen más a múzeumi hagyomány, tehát Nagy-Britániában az állandó kiállítások tradicionálisan ingyenesek. A kontinensen viszont Magyarországon adják, vagy adjuk szinte legtöbb kedvezményt a múzeumokban. Ezzel több probléma van. Egyrészt, ugye amikor a szocialisták alatt bevezették az állandó kiállításoknak az ingyenességét, pontosan brit példára, akkor bebizonyosodott, mert akkor is, amikor mi visszavezettük a múzeumokban a jegyeladást, hogy se egyik, se másik, se az ingyenessé, se a fizetősé tétel nincsen számottevő hatással a látogató számra. Azaz nem nőtt a látogatóknak a száma, amikor ingyenesek lettek a múzeumi belépők, és nem csökkent a látogatóknak a száma, amikor fizetősek lettek. Tehát ebből az látszik, hogy nem érdemes ingyenesen nyújtani ezt szolgáltatást, és én nagyon régóta mondom azt, hogy a kulturális területen a létrehozott értékeknek a devalválódásához vezet az, hogyha valamit ingyenesen adunk, és egyébként számos olyan kulturális termék van, mert produkció, amit nem adunk ingyenesen, lásd, nincsen ingyenes színházjegy, lásd, nincsen ingyen könyv, nincsen ingyen mozi egy, sorolhatnánk tovább, akkor miért is kellene a múzeumokban ingyenesen adni a belépőjegyet? Nagy kedvezményeket, széles kedvezményeket, speciális kedvezményeket lehet is kell is adni, de a teljes ingyenesség az szerintem
a pszichológiai szempontból sem szerencsés. Még egy dolog van, hogy az állam miközben rendeletben kötelezi az intézményeket arra, hogy amennyiben múzeumok, hogy kiknek adjon ingyenes belépőt, és hogy kik kapjanak nagy kedvezménye belépőt, a közben azt is elvárja, teljes jog, hogy ha valamilyen szolgáltatást valaki ingyenesen nyújt, akkor azután, az államok kár nem érheti, az áfát be kell fizetnie. És ezt ráadásul senki nem kompenzálja. Tehát azt mondja, egyik oldal az állam, hogy ezt és ezt ingyen kell beengedned a múzeumba, viszont az ingyenesen az múzeum belépők után fizesd meg az áfát. Ugye a színházat már nagyon régóta ügyesen kijátsszák ezt, olyan módon, hogy a meghívott vendégeknek, protokoll vendégeknek szakmai jegyet adnak, és a szakmai jegyet mondjuk 100 forintért adják, így nem a teljes áru jegy után kell befizetni az államnak az áfát, hanem csak a 100 forint után kell befizetni. A múzeumnál erre lehetőség nincsen, hiszen jogszabály kötelezi a múzeumokat arra, hogy bizonyos személyeknek és csoportoknak ingyenes belépőt kell biztosítani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten abban a reményben hívlak 7:30-kor, nem pont akkor fog telefonálni. Jó, csak hogy egy értelmes mondat legyen a zárásként a 168 évetik, ha már nem úsztuk meg, akkor azt mondom összefoglalom, hogy elő kell vizsgálni az elkövetkezendő egy évben múzeumi jegyárbelépők rendszerét, és az államilag kötelezővé tett kedvezményeknek, és a kedvezményeknek a rendszerét és az ingyenességet. A Pion nevében is köszönöm szépen. Szia! Szevasz!